az MSZP, Jobbik és az LMP az gyakorlatilag a múlt, és ugyanide került az a Momentum, amelyik szerintem egészen párját ritkító karriert futott be, ugyanis ilyen rövid idő alatt bizonyítani a teljes intellektuális kapacitás hiányát, azért mindenképpen elismerése méltó. Magyar Péter nem azért emelkedett fel, mert valami fontos szakpolitikai kérdésben valami relevánsat mondott, vagy hogy van valami megoldó képlete az ország bajaira? Balogh Péter mondta, hogy elsivatagosítás folyik, tehát nem elsivatagosodás, hanem ez egy szándékos tevékenységnek az eredmény. Nem nemzetbe gondolkodnak, hanem abban, hogy nekem van ez az adott nagy területem, amit egyébként olcsón szereztem, ilyen-olyan-amolyan módokon jutottam hozzá, az állami földek privatizálásánál is. Tehát ő nem, ez nem vérrel verejtékkel dolgoztak meg ezért a földért, hanem hozzájuk lett vágva. A politikai aréna az vagy választópolgároké, vagy hogyha abba belépnek cégek, akkor nem demokráciáról van szó. Akkor a nagy tőke diktátumáról van szó, a nagy tőke diktatúrájáról van szó, az nem demokrácia. Mondták ezt az elemzők. Hát ez az elemzők, ezek valójában nyilván egyszerű, virtigli nyílt propagandisták, akik kiadják az ukázokat, első feladatuk, megpróbálják az embereket lebeszélni arról, hogy ilyen rendszerkritikus pártokra egyáltalán szavazzanak. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Nyílt Sisak legújabb adása, én Gulyás Anita vagyok. A mai műsorban beszélünk az átrendeződött belpolitikai viszonyokról, szó lesz az aszálykárról és a vízgazdálkodásról, illetve beszélünk majd a németországi szélsőjobb győzelméről. Tartsanak velünk, és ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszöntöm vendégeimet, Magyar Dávid, rádiós műsorvezető, Schiffer András, ügyvéd, Kónyikis Botonda, 64 vármegye ifjúsági mozgalom alelnöke és Szakács Árpád könyvkiadó publicista. A júniusi EP és önkormányzati választások miatt jelentősen átalakult a belpolitikai szintér. Az új politikai évadban már jelentéktelen szereplők lehetnek a 2022-es választások során bejutó parlamenti pártok, kivéve a DK-t és a Mi Hazánkat. Új politikai tényezőként pedig megjelent a Tisza párt. Milyen változásokat hoz az új politikai évad, és miért lehet az, hogy Magyar Péter a kormányt válaszra tudja kényszeríteni? András. Hát én először is onnan indítanék, hogy az természetesen önmagában egy pozitív hír, hogy a 2010-es ellenzék pártjai azok után, amilyen pályát befutottak, a politika szemétdombjára kerültek, tehát az MSZP, Jobbik és az LMP az gyakorlatilag a múlt, és ugyanide került az a Momentum, amelyik szerintem egészen párját ritkító karriert futott be, ugyanis ilyen rövid idő alatt bizonyítani a teljes intellektuális kapacitás hiányát, azért mindenképpen elismerése méltó, de szintén oda kerültek, ahova valók. Én inkább onnan közelíteném a dolgot, két dolgot szeretném mondani. Az egyik, hogy miért van az, hogy függetlenül az egyes aktorok szereplésétől, fel vagy leívelésétől, láthatóan a Fidesznek a menetelése megakadt. Nyilvánvaló, hogy az minimum az elmúlt két év nem egy sikersztori Magyarországon, tehát az embereknek a közérzete finoman szólva nem jó. Ezt azért fontos rögzíteni bármilyen közhely, mert amikor az emberek úgy nagyjából jól érzik magukat, akkor egy szál kórházi hőmérővel, vagy annak a montrázásával, hogy Mészáros Lőrinc megint lop, láthattuk, hogy mekkora sikert lehet elérni. Nem sokat. Viszont azért itt néhány tételt érdemes felemlíteni, ahol nem pusztán a szokásos ciklus közepi megingásáról van szó a Fidesznek, hanem egészen súlyos, és azért Orbán Viktor miniszterelnöki pályafutása során viszonylag ritka léptéktévesztésről. Tehát ott volt ez a tusnádfürdői beszéde a miniszterelnöknek, amit a kormány oldali média nem győzött hype-olni, hogy micsoda zseni, ó, egy géniusz van az ország élén. És valóban, tehát azért az, hogy egy ország vezetője, egy pártvezető, az így tudja a nagy képet értékelni, ezt nyilván értékelni kell, el kell ismerni. Csak azt felejtették el, hogy miközben rossz az emberek közérzete, miközben a közszolgáltatások színvonal, természetesen nem pusztán most,
tehát 30 éve folyamatosan romlik, és nem véletlenül lábjegyzetes kitérő, hiszen 35, sőt most már 36 éve, 88 óta, tehát Kádár bukása óta konzekvensen érvényesül egy neoliberális gazdaságpolitika, tök mindegy, hogy Grósz Károly, Gyurcsány Ferenc, vagy Orbán Viktor, vagy Antal József ül a bakon, és ennek lényege a közszolgálatok oktatás, vasút, egészségügy és a többi módszeres leépítése, hiszen ha leépítjük, ha nem rakunk bele pénzt, akkor vagy közvetlenül lehet privatizálni, a vasútnál ugye a MÁV Cargo esetében ezt még a Gyurcsány-Bajnai rezsim meg is tette, meg próbálták megtenni ugye a társadalombiztosítással is a Balibérába, vagy pedig egy burkolt privatizációt csinálunk, ami most zajlik az oktatásban és az egészségügyben, tulajdonképpen a közlekedésben is, mert a kedvezményezett elit réteg már régen nem fizet be a közösbe, régen nem használja a közszolgáltatásokat. Aki pedig a közoktatásra, közegészségügyre és a vasútra fanyalodik, az annyit is ér. Nagyjából ez a világkép van Orbán Viktor és társai szem, Lázár János szem előtt. Viszont a helyzet az, hogyha megnézzük ezt a Tusnádfürdői beszédet, akkor ordító, hogy a miniszterelnök az elmúlt két év után, az elmúlt két év finoman szóval nem túl sikeres gazdaság és társadalmi politikai pályája után mennyire kerüli azt, hogy szembenézzen az ország helyzetével. Tehát amennyire megsüvegelendő az, hogy egy ország vezetője hajlandó térben és időben összefüggéseiben láttatni a saját kormányzását, az országa helyzetét, annyira megengedhetetlen az, hogy egy felelős miniszterelnök egyáltalán ne foglalkozzon az emberek mindennapjaival. Ez azért megdöbbentő, mert 2010 óta rendre azzal húzott be választásokat Orbán, hogy folyamatosan nálunk ellenzékieknél sokkal, hogy mondjam, szemfülesebben ráérzett arra, ami az embereknek fáj, és amit az emberek hallani akarnak. A másik, hogyha valaki így nézegetett kormánypárti portálokat nyáron, én mondjuk print lapot már baromi régóta nem vettem a kezembe, a nyitó hírek a MNO-n, a Mandineren meg a többin rendre Gyurcsány Ferenccel indítottak. És nem vették észre, legkésőbb áprilisban föl kellett volna ébredni, hogy minden egyes gyurcsányozó cikk a lakály médiában az a Tisza párt malmára hajtja a vizet. Tehát egyszerűen beragadtak, tehát lesre lettek futtatva, ez a helyzet. A harmadik pedig, ez az állandó veszélykommunikáció, amit ráadásul az utóbbi hetekben is felpörgettek, csak már az ember ezt megszokja, ugye, és megint egy veszélyhelyzetet, a migrációs veszélyhelyzetet megint meghosszabbították. Ezek ugye kommunikációs trükkök, tulajdonképpen szóra se érdemes ez a veszélyhelyzeti kormányzás, hiszen kétharmad birtokában így is úgy is azt tesz a kormány többség, amit akar. Csak ott nyal vissza a fagyi, hogyha 10 éven keresztül súlykolják minden egyes csatornán 0-24-ben pénzt nem kimél, közpénzt nem kimélve az embereknek, hogy a veszélyek korát éljük, ugye? A vezénylő tábornok ezt mondta már 22. április 3-án éjszaka is. A veszélyek korába léptünk, veszély van. Jön a Soros, a migráns, meg a mit tudom én kicsoda. Teljesen mindegy, hogy ebben a miniszterelnöknek, illetve a kormány oldalnak igaza van, nincs igaza, valós veszély. Én azt gondolom, hogy nagyrészt valós veszélyekről van szó, lásd meg háborús infláció, stb. De egy ponton túl a magyar ember van annyira önző, egoista, és a magyar társadalom van annyira atomizált, hogy egy ponton túl azt mondja, hogy igen, az egész világ ellenetek van, az egész világ ezzel a zseniális miniszterelnökkel akar kiszúrni. Én viszont nem akarok már, bocsánat, ezért szívni, miattuk magasabbak az élelmiszerárak a polcokon, és így tovább, akkor próbáljunk ki egy olyan vezetést, amelyik ellen talán nincsen az egész világ, lehet, hogy csak a fele. Most egy kicsit karikírozva. De csak azt akarom mondani, hogy a folyamatos veszélykommunikáció az nagyon könnyen a visszaerre fordulhat. Tehát ez egy-egy választási kampány erejéig, néhány hónapig jó ötletnek látszik. Folyamatosan veszélyt kommunikálni, az azt jelenti egy ilyen társadalom, hogy az emberek ezt megunják, és keresnek egy kiutat, hogy nézzük meg, ki az, aki miatt nem fog elszabadulni a forintára, az élelmiszerár, és így tovább, és megtalálnak egy olyan figurát, akinek nem túl képességes, de mégiscsak a nyugati szalonokban elismert politikusok lapogatják a hátát. Szerintem ennyi a történet, és a negyedik, ami egy stratégiai felelőtlenség a miniszterelnök részéről, ez az állandó polgárháborús állapot, ez a ti vagy mi. Tehát
ott, ahol nincsen kormányképes ellenzék, és ott, ahol mindenféle trükkökkel, mindenféle trükkös politikai eszközökkel elkövetnek egy olyan műveletet, hogy lehetőleg ne is legyen kormányképes ellenzék, ott előbb-utóbb törés lesz. Mert olyan nincs, hogy valakit, valakiket az idők végtelenségéig az emberek megválasztanak. Ha nézzük meg, hát voltak a 20. században ilyen uralkodó pártok, mondjuk Mexikóban az intézményes forradalom pártja, hál' Istennek most már jó néhány ciklus óta a hatalmon kívül vannak. De hogyha nincsen kormányképes ellenzék, akkor törés fog bekövetkezni. Ez következett be a század előtti Tisza pártjával, ugye, amikor jött 18-19. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy stratégiai átgondolásra lenne szükség a kormányoldalon. Fogalmam nincs, hogy erre a miniszterelnök, illetve a mögötte álló gépezet képes-e. Tudnék, nem egyszerűen az ő hatalmuk forog kockán, hanem az ország sorsa, mert ha törés következik be, annak félértés ne essék, nem csak a Fidesz issza meg a levét. És akkor nézzük meg kicsit tovább víve a beszélgetést, hogy mik voltak a pártok évadnyitó eseményei. Orbán Viktor a 23. Köcsei pikniken semleges gazdaságpolitikáról beszélt, ami ugye azt jelenti, hogy se kelethez, se nyugathoz nem ragaszkodik, mindenkivel fenn kell tartani a gazdasági kapcsolatot, ameddig csak lehet. Gyurcsány Ferenc erre a Facebookon reagált, azt írja, hogy a semmi szélére sodródunk Orbán politikájával, és ezen nem változtat az se, hogy saját köreiben hányan és milyen lelkesen tapsolnak, a látnok szerepében tetszelgő mágus vak, ha mégse, akkor tisztességtelen disznó. Hát ugye kérdés itt az is, hogy megvalósítható ez a semleges gazdaságpolitikai elképzelés, vagy tényleg itt egy vakmágusról beszélünk, illetve akkor még egy kicsit tovább vinném, mert Magyar Péterről ugye láthattuk, hogy a MÁV állapotát térképezte fel, vagy közvetítette itt Lázár Jánossal, ment a Facebookon a szópárbaj, beszélt a kórházak hőmérsékletéről, vagy beszámolt. Azonban arról mélyen hallgat, hogy milyen VIP ellátásokban részesítette te, ugye, hogy kért VIP ellátást a rokonainak, ismerőseinek. Torockai László pedig kezdeményezte, hogy ne járjon VIP ellátás az állami intézményekben, illetve itt a Magyar Jelen Podcast stúdiójában nyitotta meg Torockai László politikai évadot, ahol a közel-keleti gazdasági kapcsolatairól beszélt, az EP-ben előttük álló feladatokról és a hazai vásár kezdeményezésükről. A kérdésem akkor ez lenne, hogy ez a semleges politika, amit Orbán Viktor mondott, megvalósítható-e, illetve lesz-e, várható-e változás a VIP ellátásokban, Botond? Nekem Köcséről eszembe jutott itt Andrásnak az elemzését hallgatva, hogy hát sajnos Orbán Viktor elmondta, hogy a politikai elemzésekre és szakértőkre nincs már szükség, mert itt a politikusoknak, meg a harcosoknak lehet az ideje, úgyhogy nem biztos, hogy meg fogja hallani, meg hallgatni ezeket az elemzéseket. De mindesetre, amiket elmondtál, abból azért az jön ki, hogy te számítasz arra, hogy a Fidesz azért népszerűségvesztést szenved el ebben a másfél évben, és a támogatottsága vissza fog esni. Valószínűleg ők is ezt számíthatták ki, hiszen azért nem volt véletlen, hogy Köcséről egyrészt soha korábban nem látott módon kitesznek videórészletek, ők maguk tesznek ki anyagokat. Eddig ugye mindig ez egy hatalmas misztikum lengte körül az egész Köcsé pikniket, és maximum csak úgy kiszellőztettek egy-egy információt. Most maga a miniszterelnök kitett videókat, szövegeket, beszédéből részleteket. Csak interjút is adott. És sőt, mi több, arról nem beszél, hogy megállt a sajtónak az érdeklődésére. És azért ott Köcsén is hosszú-hosszú fejtegetésekbe kezdett, hogy hogyan lesz jobb a magyaroknak, utalok itt az első pontodra, ugye, amiben azt mondtad, hogy a magyar embereknek a közérzete az, ami nagyban befolyásolja. Ezt nyilván ők is tudják jól, úgyhogy be van vetve az újabb csodafera, a béke költségvetés. Ugye persze azért fölmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha azt nem előzi meg béke. Tehát akkor milyen költségvetést fogunk? Miközben már elhitették az emberekkel azt, hogy megduplázzuk a családi támogatásokat, a KKV szektornak fogunk óriási pénzeket juttatni. És akkor mi van, hogyha mondjuk nem jön be a csodakártya, és még Trump nem nyeri meg novemberben az amerikai elnök választást? Tehát azért sok-sok-sok ha van ebben a fideszes mestertervben, amit kieszeltek. De azért én arra számítok, hogy a Fidesznek a népszerűsége csökkenni fog a következő másfél évben, pontosan ezek miatt, aztán pontosan az olyan dolgok miatt, mint ami az elmúlt hetekben is ugye kiderült itt a Bese Gergő atyával kapcsolatban, tehát ilyen botrányok övezni fogják még a Fideszt,
már csak azért is, mert ahogyan hallottuk a bennfentes fideszesektől, tele vannak homoszexuálisokkal. És ott nem is csak feltétlenül homoszexuálisokról van szó, hanem egész egyszerűen arról a kettősségről, kétszínűségről van szó, hogy valamit mondanak, és akkor utána mégiscsak kiderül, amikor kinyílik az ajtó, hogy saját magukról beszélnek. A Magyar Péternek és a Tisza pártnak a népszerűsége pedig jó kérdés, hogy milyen irányba alakul, mert azért 30%-kal berobbanni a magyar politikába az mégiscsak példanélküli dolog. Talán most már a közvéleménykutatók még e felé is méregetik, de még azért azt mondtam, tegyük hozzá, hogy igazából a Tisza pártnak, a Tisza párt politikusainak nem nagyon kezdődött még el az a munka, ami alapján azért a választópolgárok be tudják őket árazni. Ez ugye elsősorban majd Brüsszelben és az itteni fővárosi közgyűlésben fog megmutatkozni, hogy ott mit csinálnak. És aztán, amikor azt látja a magyar választópolgár, hogy von der Leyennek állva tapsol Magyar Péter, és amikor ő maga ténylegesen állva tapsol annak a von der Leyennek, aki azért nem arról híres, hogy mondjuk a Fidesz politikáját támogatná itthon, akkor hogyan fogja megszavazni mondjuk a migráció megállításáról, a gender megállításáról, a háborús pénzek megállításáról szóló indítványok. Tudom, állva másnak világos, is. Értem, meg azt is tudjuk, hogy ezek a Brüsszelben történő politikai csatározások általában nem jönnek be Magyarországra, de hogyha én mondjuk kormánypárt lennék, akkor hülye lennék kihagyni az ilyen aduászokat, hogy behozzam mégiscsak az ott kint történő, Brüsszelben történő politikát, amivel azért bőven lehet lejáratni, hiszen el fog jönni most azért már tényleg annak az ideje, hogy valamilyen döntéseket kell hoznia a Tisza párt politikusának, Magyar Péternek, tehát valamilyen álláspontra helyezkedni kell. Eddig baromi kényelmes volt az eddigi időszak, hogy mondunk nagyokat, mondjuk mit tudom, én legutóbb például belefutottam a konkrétum kiírásába, hogy 26-ra, vagy a 26-os választások után ők egy év alatt megdublázzák a minimálbért, aztán utána 1 millió forint lesz a minimálbér. Tehát lehet ilyeneket mondani, csak ezt végül is senki nem nagyon kéri egyelőre számon rajtuk. Azt viszont számon kéri, hogy ha ő azt mondja, hogy én támogatom a kerítés meglétét az országhatáron, én nem támogatom azt, hogy gender propagandát terjesztenek az iskolánkban, ennek ellenére pedig ennek az ellenkezőjét megszavazom Brüsszelben, akkor azért talán élek a gyanúperrel, és jó hiszeműen járok el, amikor azt mondom, hogy talán az emberek fejében ilyenkor valami leesik a tantusz, hogy nem biztos, hogy arról van szó. Hát meglátjuk. Árpád, mi a véleményed? Ezzel kapcsolatos gyanúpered ügyében én egy kicsit szkeptikus vagyok, hiszen a tömegmanipuláció mai eszközei azok lényegében bármit tudnak hitetni bárkivel. Ebből kifolyólag csak egy példát szeretnék kiemelni, hogy legyen kettő, ha már egybe belekezdek. Emlékeztek rá, mikor ezt a unisex nagyon csúnya napszemüvegét árverezte, és azt egy szegény család javára ajánlotta fel, valaki ezt meg is vette. És hát a nagy érdemű közönség, ugye jó páran próbáltak erre felhívni a figyelmet, hogy a nagy érdemű közönség nem reagálta le azt, hogy nem sokkal korábban a kedves, nagyszerű feleségével, feleségén keresztül is, családos emberként, ez a kemény ebbe az egészben, hogy kisgyerekes emberként, tétlenül asszisztáltak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia ezer számra tegye ki a magyar családokat az utcára. A végrehajtó maffia a törvénytelenségen keresztül, tehát azzal az aljas, korrupt, maffiaszerű együttműködéssel, amivel az egész rendszer működött, és amire megérzem, a Mi Hazánk hívta fel a figyelmet, tehát nem Magyar Péter. Majd utána ő beáll, mintha semmi köze nem lenne ez az egész történethez, és ezzel a képmutató velejéig álszent módon, hát igazi fideszes az én Magyar Péter, tehát volt honnan tanulnia, hát abban a világban szocializálódott, tehát ez nem fog problémát okozni. A másik pedig, ahogy ilyen hőmérőkkel szaladgál a, nem tudom, a vonaton, a kórházakban, meg itt ott, hát 20 évig, ha csak 20 évig nézzük az ő keltetését abban a világban, hát hol volt? Hát tudjuk, hogy hol volt a jó VIP helyeken. Kedves Árpi, nem ott volt, ahol hőség van. Hát légkondicionált skyboxokban, légkondicionált autóban. Persze, és most neki ez újdonság. Igen, rácsodálkozik a világra, hogy úristen, meleg van a vonaton, meg egyéb helyeken. És hallunk tőle megoldásokat ezekre egyébként, a MÁV-ra, vagy az egészségügyi helyzetre? Nem olyan egyszerű, nem tudom ezekre mi a megoldás. Én, ha csak tehetem, én tömegközlekedéssel járok. Most is azzal jöttem, és a
A színvonal, tehát a tapasztalat, tehát más az, amit tehát mindenkinek azt javaslom, hogy a média az senkinek nem a szeme, a füle, az érzékszerve, tehát azt hagyjuk kívül, hogy akkor ott akármilyen médiáról van szó, mit súlykolnak, a tapasztalat az első számú. Én nyáron többször is voltam külföldön, tehát hogy 11-szer, ma számoltam össze, amikor jöttem, 11-szer közlekedtem vonattal, tehát 11-szer be és 11-szer ki, nem volt egy alkalom se, amikor ne késett volna, viszonylag brutális a vonat, pedig ugye Kápolnásnék és Székesfehérvár között nem olyan nagy, tehát onnan indulnak el a vonatok, vagy ha innen felszállok Kelenföldön, akkor a déli között, vagy a Kőbánya fölötti vonalnál nem értem, hogy tud 25-30 percet késni egy vonat, zárójel bezárva. Az tök jó, mert elindult a vonat. Tehát amikor a MÁV azt mondja nyáron, amikor megolvadnak a sínek, hogy ne is használjuk a vonatot, hanem menjünk busszal. Ezek tényleg elképesztőek, hogy ez egy minimál infrastruktúra, ezt még az Osztrák-Magyar Monarchia is valahogy tudta üzemeltetni, annak rendje és módja szerint. Tehát, de rácsodálkozik, tehát, hogy akkor ő megjelenik, és akkor úristenik. Na, de ez a kérdésem, hogy ő csak rácsodálkozik, vagy mond ő megoldás, hogy mit kellene csinálni, mert azt nem nagyon látjuk. Nem hiszem, hogy ő lenne ebbe az autentikus ebben a kérdésben. Csak annyi arra akartam ezeken keresztül utalni, hogy a nép, a drága nép az mit vesz le ezekből? Szerintem semmit, ezek nem szükségszerűségei a mai politikai fénylő pályafutásnak, hogy mi a helyzet. Ugyanaz van benne, amire én számtalanszor utaltam, a Gustave Le Bon, a tömegek lélektana, hát 1895-ös mű, minden meg van írva benne, ami ma történik. Tehát a súlykoláson keresztül hogyan lehet azt a tudatállapotot előidézni, ami egy társadalmi hipnózis keretében játszódik. A pszichológusok tökéletesen tisztában vannak ezzel, és a mai Meta, Facebook és mindenféle egyéb algoritmusoknak köszönhetően ezek a rendszerek tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy széklábból is egy életképes ember képét vetítsék elő, amiben nincs semmi jelenséget. Igen, tehát hogy ez az egyik része és eleme. A másik, ha már felmerült a 18-19-es időszak, nagyon sok hasonlóság van ebben az egész körben. Én számtalanszor hangoztattam azt is, és itt Tisza neve is felmerült, nem osztom azt a mai kvázi uralkodó álláspontot, hogy kiemelkedő formátumú politikusról van szó, én nem tartom ennek. Döntően amiatt sem, mert a 18-19-es időszak összeomlását azt én ma már így látom, korábban nem így láttam egyébként, azt nem a mindenféle egyéb zsidó és mindenféle réteg, meg tanácsköztársaság, meg mindenféle egyéb bomlasztó erők hozták létre, hanem a színmagyar főnemesi rétegnek a teszetosztasága, tétlensége, árulása, aljassága. Tehát, hogy ezek vezettek oda, tehát az egész dualizmus az arról szól, hogy hogyan az ország vezetői szerepében tetszelgő, korabeli értelmiségi, és döntően ugye származási alapon a nemesi, főnemesi réteg hogyan dőlt hátra, engedte el a lovakat a gyeplőstől, mindenestől, és akkor egyszer csak bekövetkezett 18-19. És a mai szempontból is ez a veszély ennek az egész jelenségnek, hogy az álnemzeti, álkeresztény, stb. Álértékek leplébe bújt Fidesz, lejárat mindent. Tehát, hogy nem tudom, hogy az a bármilyen értékrendet, volt olyan politikai rendszer, ami ennyire lejáratott volna, még a kommunizmus sem árult el a saját maga értékvilágát, mint ma a Fidesz, és ennek számtalan jelét látjuk, a Bese ügy az csak egy rész, egy eleme ebben a kis részben, hogy jön utána valami teljesen más, valami teljesen szörnyűbb dolog, és ki a hibás ezért mindig, ugye feltesszük, tehát hogy nem Kumbélát tartom én a történelem legnagyobb árulójának, meg Károlyi Mihályt. Én a Tisza családot sokkal nagyobb árulónak tartom, bár nem tudom most belemenni ennek a megvitatásába, hiszen Tisza Kálmán volt a korabeli Orbán Viktor, a 15 éves miniszterelnökségének rengeteg olyan eleme van, amitről nem is tudunk ma, mert a történelmi konszenzus az valami teljesen máshol is képet fogadott. András Falvi Bertalan gyakorlatilag ugyanezt elmondta pár évvel ezelőtt.
Tehát, hogy ezt nem ismertem, de örülök neki. Mire számítatunk a belpolitikai szintén? Csak egy nagyon rövid ide, hogy nekem az szokott beugrani, hogy Hermann Otto 1870-ben azt hiszem akkor kezdett arról beszélni, hogy nem kéne Boszniát annektálni, mert ebből hosszú távon évtizedekkel később háború lehet, és aztán ugye hol lövik le a magyar trónörökös Szarajevóban. Szóval, hogy igen, sokszor ez így előre látható, és benne van mindenki, és részt vesz, és aztán persze másra fogjuk, mert ez megint így működik. Ja, bocsánat, csak ide tartozik, csak az akkori globál nagy tőkét azt a korabeli konzervatív politikai elit szolgálta ki, a Rothschild bankháznak a hazai érdekeltségét, bányáit, meg egyebeit, ott voltak az igazgató tanácsban, és tétlenül nézték azt, hogy itt például a szénára kétszer annyiba került, mint Ausztriába, hát hová ment a tőke, hát nyilván nem ide, tehát itt asszisztáltak hozzá, hogy különböző ország részek gazdaságilag is leszakadjanak, és most nagyon zárójel volt. Nem bocsánat, és akkor én a politikai átrendeződésre, mert az ugye nyilván minden mindenkit foglalkoztat. Én azt látom, hogy Magyar Péter nem azért emelkedett fel, mert valami fontos szakpolitikai kérdésben valami relevánsat mondott, vagy hogy van valami megoldó képlete az ország bajaira, hanem azért, mert az embereknek egy nagyon nagy része eddig az elmúlt másfél évtizedben azzal volt elfoglalva, hogy milyen módon lehet úgy összelegózni az ellenzéket, hogy az le tudja győzni Orbán Viktort, hogy külön, együtt, teljesen feloldódva egymásban, és most jutottunk el oda, hogy nincs több verzió. Tehát ez az ellenzék, ez tényleg lehúzhatja magát a WC-n, és az egy másik, megint egy másik történet, hogy alkalmasak vagy alkalmatlanok, hogy a NER-be be vannak-e kötve, tehát gyakorlatilag ügynökök vagy nem ügynökök. Ez erről megint hosszasan lehet vitatkozni, de az biztos, hogy szerintem az emberek egy nagy része most azt ismerte fel, hogy kell valaki, aki ezen egy nagyot tud ütni, és Magyar Péter azért lehetett ideális sokak szemében, mert belülről jön. Mert nem lehet azt mondani rá, hogy bolsi, hogy náci, hogy mit tudom én, hogy lipsi, hogy akármi, ő fideszes. Tehát azt lehet rá mondani, és a Fidesz se tudja emiatt, vagy tudta emiatt támadni, mert gyakorlatilag most mi az, amit rá lehet húzni, az a saját bűnük. Az, hogy ő most egy hőmérővel haknizik, az ilyen szempontból irreleváns, mert ez egy politikai performance, ilyet mindenki csinál, tehát minden párt előad ilyeneket. Szerintem nincs jelentősége. Az szerintem nagyon érdekes, hogy például általam szektának, sokáig szektának gondolt DK támogatói hogyan tűntek el a semmiben, amikor azt gondoltam, hogy azokkal az emberekkel egyszerűen nem lehet áttörni azt a határt, ami közöttünk van, mert szektáson megszállottan Gyurcsányban hisznek, és egyszer csak ennek a tábornak a fele elpárolgott. Kell egy új messiás, tudják, hogy hát ki az, hiszen követtek már az erőt. Tehát szerintem ezek az emberek, illetve az ellenzéknek is egy nagy része az erőhöz gravitált, és azért hagyták el ezeket a pártokat mindet. Nyilván van, amelyik már ne is, tehát ne is beszéljünk róluk, hogy Párbeszéd meg a többiek, már ha 1%-os küszöb lenne, se jutnának be, de hogy alapvetően az emberek az erőt akarták az erővel szembeállítani, és most úgy látják, hogy ez az erő, hogy itt van az erő. És teljesen mindegy nekik, és ez a másik, teljesen mindegy az átlag embernek, hogy Magyar Péter milyen politikát képvisel, hogy nyugatos, keletes, globalista, szuverenista, az a lényeg, hogy most ő benne látják azt, hogy ezt a rendszert meg tudja rogyasztani, amit nyilván a rendszer is lát, az, hogy felénk ezt nem kommunikálják, hogy hosszú ideig megpróbálták ugye a hírekből is kihagyni, tehát hogy úgy csináltak, mintha nem létezne. Amikor látták, hogy túl nagy és túl erős, akkor elkezdtek vele foglalkozni, elkezdték ezzel sározni, azzal sározni, nem jött be. Nem találják igazából rajta a fogást azért, mert nem érdekli az embereket, hogy ő azzal az övcsattal megütötte-e a feleségét, vagy hogy ő az ötkertben molesztálta akárkit. Nem érdekli az embereket, csak az érdekli, hogy le tudja győzni, vagy nem. Most ezt az Orbánék is felismerik. Nyilvánvalóan ki fognak dolgozni valamilyen eljárást arra, hogy mégiscsak tönkre tegyék, mert egyébként meg adja magát, tehát hogy azért nem egy olyan nagyon fegyelmezett politikus, aki úgy nehéz lenne megtalálni, hogy hol van rajta a lakat. És közben meg azt is fogják csinálni, és itt oda csatlakoznék, hogy azt mondtad, hogy másfél éve van a Fidesznek, és nagyon meg lesznek szorulva. Szerintem nem. Szerintem
nagyon könnyedén elengedik az ország sorsát a hatalom megtartása érdekében, mint ahogy ezt már többször bizonyították is, és hogyha másfél évük van arra, hogy valamilyen módon, és itt meg hozzácsatlakozok, azt a jólétet, vagy a jólét illúzióját felmutassák számunkra, hogy újra rájuk szavazzanak tömegek, akkor bármilyen módon kínai hitelből, akármiből meg fogják oldani, hogy legyen kiszorható pénz az ablakon, amit bedobálnak az emberek közé az erkéről, hogy mindenki örüljön, behúzza a megfelelő helyre az X-et, és hogy utána milyen gazdasági hullámokat fog ez vetni, az meg nem érdekli őket. Majd azt is megoldják ugyanígy. András még szeretett volna reagálni Dávidra. Két dologra, részben a Dávidra, részben pedig az előző kérdés, vagy még a Dávidot megelőző kérdés feltevésre. Egyrészt a Dávidnak a levezetésével teljesen igaza van, mármint amit az elmúlt fél év pártközi erőviszonyainak az alakulását illeti. Csak azért én egy mélyebb, hogy mondjam, morális problémára azért úgy bátorkodom fölhívni a figyelmet. Független attól, hogy nekem mi a személyes politikai meggyőződésem, az, amikor valaki egy kormánypárti szavazó, és azt mondja, hogy ő azért szavaz Orbán Viktorra, mert szerintem, ami az elmúlt 14 évben Magyarországon történt, az a világok legjobbika, és a többi, és a többi. És nem akarom elmondani az összes mantrát, amit a kormánypropaganda naponta süvölt az agyunkba, csak annyit szeretnék erről mondani, hogy az a véleményünk, ami Orbán Viktorról, meg a NER-ről, és a többi, de ez egy morálisan megérvelt álláspont. Amikor valaki DK-szektás, és azt mondja, hogy Ferinél nagyobb államférfi még a hazában nem született, ott is, még ha ez szégyenlősek, még a DK-szekta tagja is, hogy ezt kimondják, azért mégiscsak az a viszonyítási pont, hogy Gyurcsány Ferenc azért csak 5 évig kormányozta ezt az országot, ő úgy gondolja, hogy az 5 év az kiváló volt. Erre is azt mondom, hogy ez bármennyire furcsa, meg ellenszenves, és a többi, de ez egy morálisan megalapozott érvelés, mert volt egy közpolitikai teljesítmény, hogy azt mondja, szíve joga, hogy neki ez jó. Hogyha valaki nemzeti radikális, aminek vannak politikatörténeti hagyományai Magyarországon, és azt mondja ennek alapján, hogy ő a nemzeti radikális hagyományrendszerből kiindulva szeretné az ország szekerét előre mozdítani, és ezért szavaz a Mi Hazánkra, független attól, hogy erről a mondakörről, hagyományvilágról ki mit gondol, ez is egy morálisan megalapozott állítás. Ezek után, hogyha valaki azzal jön, hogy takarodjon Orbán, de lehetőleg úgy, hogy takarodjon Gyurcsány, és bármi jobb, mint Orbán Viktor, teljesen mindegy, hogy kijön Orbán Viktor után, csak ne Gyurcsány, és egyébként történjen bármi, de Orbán Viktor takarodjon, erre lehet zsigerből helyeselni. Én azt is meg tudom érteni, hogyha valakinek annyira tele van a hócipő, nekem is rettenetesen tele van a hócipő az elmúlt 14 évtől, de aki azt az opciót választja, hogy bárki jobb, mint Orbán Viktor, az föladja azt, hogy a politikai döntéseire, választásaira morális igazolást keressen. És ez az igazi katasztrófa, ha úgy tetszik, ez az igazán szélsőséges politizálás. A másik, amit mondani szerettem volna még a előbbi kérdésnél, vagy felvetésnél, ugye, hogy Orbán itt gazdasági semlegességről beszélt. Abban most próbálok nagyon árnyaltan fogalmazni, ne legyek félreérthető. Abban, hogy Magyarországnak a külgazdasági kapcsolatai ne egyoldalúan függjenek az úgynevezett nyugattól, ezzel én maximálisan egyetértek. Nekem a régi vitám ezzel a kormányzati politikával viszont az, hogy az egyik kiszolgáltatottság, az egyik szolgaság, az nem fogja semlegesíteni a másikat. Hogyha az egyoldalú nyugati atlantista kiszolgáltatottságot, szolgalétet, kínai hitelekkel, orosz energiafüggőséggel és a többi kívánja egy miniszterelnök nivellálni, kiegyensúlyozni, akkor hatványozza az országnak a szolgaságát. Ami nekem ebből az egész gazdasági semlegesség eszmefuttatásból rettenetesen hiányzik, hogy szerintem az egyoldalúság, többoldalúságnál egyel fontosabb az elmúlt 35 év után visszalépni, és azt megkérdőjelezni, hogy valóban természeti törvénye az, hogy Magyarország egy szélsőségesen kitett nemzetgazdasággal rendelkező ország. Tehát a valóban hazafias és valóban szuverenista megközelítés az lenne, hogy nem azzal bohóckodik, hogy a mérleg egyik és másik serpenyője, kelet és nyugat az éppen egyenlő-e, hanem azzal foglalkozik, hogy csökkentse az országnak a kitettségét, kiszolgáltatottságát,
tőlünk a Kárpát-medencétől független geopolitikai, kereskedelem politikai eseményektől. És még valami, ha már külgazdaság, szerintem az első számú szempont Magyarország számára nem az, hogy a nyugati vagy a keleti kapcsolat erősödjön, hanem hogy a Kárpát-medencén belül határokon átívelően legyen egy szoros gazdasági együttműködés. Botond, szeretett volna még reagálni erre. Amit a Dávid mondott, ahhoz még én is egy gondolatot hozzáfűznék, hogy Magyar Péternek ez a messianisztikus, illúzionista szereplése, ez a minden mindegy alapon való támogatás és rajongás, ami Magyar Pétert övezi, ennek azért lesz egy nagy fokmérője, meg nagy vízválasztója 2026-ban a választásokon. Amikor, hogyha nem jön be ez a minden mindegy alapú messiás várás, akkor én azt gondolom, hogy egy pillanat alatt kipukkad az a lufi, ami körbe veszi, és pontosan azért, amit András is mondott, hogy nekem aztán mindegy, csak takarodjon az Orbán. Mi van akkor, ha nem takarodik az Orbán? Akkor viszont sajnos, vagy nem sajnos, de az a néhány millió ember, aki ilyen vágyjal körberajongta Magyar Pétert, akkor egyik pillanatra a másikra megszűnik Magyar Péter rajongó támogató lenni. És akkor a kérdés az lesz 26 után, akár Magyar Péternek, akár Orbán Viktornak hívják a következő miniszterelnököt, hogy a most kialakult új politikai status quo, ha már most így ez volt az alaptéma, az most gyakorlatilag egy másfél évre kialakult status quo, és én azt vizionálom és azt javaslom, hogy az azutáni időszakra, 26-ra megint egy merőben más politikai vízió vagy politikai légkör fog kialakulni, és az lesz mondjuk ott például nagy kérdés, hogy a Magyar Péter Tisza pártján és a Fideszen kívüli erők milyen részt fognak ezután vállalni a politikából, egyáltalán DK létezni fog-e, és akkor most nem akarom megnyitni ezt a kérdést, hogy vajon a DK az milyen alkukba akar majd belebocsátkozni Magyar Péterrel még 26 előtt is talán. Tehát, hogy a DK létezni fog-e, és a Mi Hazánk vajon hogyan jön ki egy olyan helyzetből, amikor adott esetben megszűnik vagy egy Orbán Viktor vezette Fidesz, vagy egy Magyar Péter vezette Tisza párt. Itt... reagálhatok még? Ez annyira izgalmas szerintem mindannyiunk számára. Én ide Andráshoz, hogy a keletnek, nyugatnak való kitettségünk, én azt látom, hogy ez a Fideszt nem érdekli, hogy ez milyen hosszú távú hátrányokat okoz az országnak, ők járadékvadászok. Tehát pontosan úgy, ahogyan a NER itthon a költségvetés és az EU-s pénzek megcsapolására épül, ugyanúgy, hogyha innen nem jön pénz, akkor majd a kínai hiteleket fogják ugyanígy megcsapolni. Tehát nekik nem az a szempont, hogy ez az ország ebből tud-e épülni, hanem az, hogy az ő cégeik tudnak-e hízni. Ez egy nagyon egyszerű koncepció, és ezt bárhonnan érkező pénzzel meg tudják csinálni. Nyilván ára van. A másik meg hozzád, Botond, hogy 2026, tegyük fel, igen, hogy megugorja valahogy a Tisza azt, hogy elhiteti az emberekkel, hogy egyébként Magyar Péter egy személyben képes egy országot vezetni, mert a Fidesz is egy személyes párt, vagy legalábbis mi annak gondoljuk, de minimum fel tudok sorolni most így csípőből 10 olyan politikust, aki országosan ismert, és valami karaktere legalább van. A Tisza pártban nulla ilyen ember van, tehát kizárólag Magyar Péterről beszélünk. Te tudod, hogy a 106 egyéni körzetből mondjuk így... Nagy Ervin, Rost, Andrea... Ja, okay, tehát jó, színészek meg, igen. Tehát azzal nagyon nehéz lesz bármit csinálni, és az, hogy ennyire egyszemélyes, az most neki az előnye, mert ugye nem kell arra költeni, hogy több karaktert felépítsenek, ugyanakkor hosszú távon borzasztó hátrány, ez egészen biztos, hogy ez a vesztét is okozhatja. Én azt gondolom, hogyha 2020-ban véletlenül úgy alakulna, hogy mondjuk a gazdasági vagy pénzügyi helyzetet a Fidesz nem tudja konszolidálni, és tényleg lejtmenetben van az ország, és az emberek elégedetlensége nő, és akkor is még úgy látják másfél év múlva mostantól, hogy a Tisza az egyetlen megoldás, és rászavaz mindenhol mindenki, és mit tudom én, kap 50%-ot, és kormányt alakít, akkor gyakorlatilag a Fidesz kezében lévő gazdasági, pénzügyi, igazságszolgáltatási média és egyéb holdudvar és háttérország az egy fél év alatt lehetetleníti el azt az aktuális kormányt. Összeomlik minden, az összes bajt az ő nyakukba lehet varni, miattuk van, ami lehet, hogy részben igaz is lenne amúgy. Akkor utcai zavargások, demonstrációk, előrehozott választás, visszajön a Fidesz 4-5-öddel. Nekem ez a legrosszabb forgatókönyv, amit el tudok képzelni, és az a baj, hogy elég reális de lehet. Dávid, én pontosan erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy törés az opció a Fidesz leváltása esetén. Szóba került itt az, hogy a szavazóknak nem biztos, hogy kell megoldást is kínálni a problémákra, azonban vannak olyan problémák, amikre igencsak kellene, ilyen például az asszálykár.
Az asszály nagyon súlyos károkat okozott a hazai kukoricában és napraforgóban az elmúlt 15 évben csak kétszer, 2012-ben és 2022-ben volt a mostaninál alacsonyabb a kukorica termés kilátása Magyarországon, ezt írta a világgazdaság.hu. Mekkora ebben a kormánynak a felelőssége, illetve hogyan lehet megoldani a vízgazdálkodást? Botond. Igen, most arról a témáról, hogy árad a Tisza, most megpróbálunk árnyergelni arról, hogy kiszárad a Tisza. Igen. És humorizálás félretéve tényleg egy nagyon súlyos, óriási a probléma. Azért ezt talán ma már mindenki érzi a bőrén, mert egész egyszerűen nagyon régen látott hihetetlen kitartó forróság perzselte mindannyiunknak a bőrét itthon Magyarországon. Másrészt a pénztárcánkon is nyilván őrizzük, mert ez és a vízhiány az nyilvánvalóan az élelmiszer inflációt az egekbe löki, és fogja lökni a jövő évben is. Tehát az, hogy elsivatagosodik az Alföld, hogy mérhetetlen vízhiánya van az Alföldnek, erről azért ma már viszonylag sokan beszélnek. Arról, hogy ezzel nem lehetne valamit tenni, és hogy lenne erre megoldás, sőt, mi több, hogy ez nem csak az időjárásnak valami pillanatnyi változás, ami majd jövőre máshogy lesz, meg majd két év múlva úgyis majd jobb lesz, csak most egy kicsit éljük túl. Tehát erről a megoldásokról már viszont kevesebben beszélnek. Vagy hogyha igen, vagy ha beszélnek, akkor egy ilyen nagy technokrata csodavárás szokott lenni, hogy hát az emberi tudomány majd ezt is meg fogja oldani, és hát az öntöző rendszerekkel és a nyugat-európai luxus öntöző farmoknak a példáját ide behozva majd meg fogjuk tudni oldani. Ugye a probléma az, ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon nagyjából olyan 30-50 millió köbméter víztározási képesség van. És ezzel szemben az Alföldnek a vízhiánya az viszont 3-4-5 milliárd köbméteres. Tehát nagyságrendi a különbség, tehát gyakorlatilag az a helyzet, és ez jó lenne, hogyha ezzel a kormányzat is szembenézne, amit a szakemberek azért nagyon régóta mondanak, vagy a megfelelő szakemberek mondanak, hogy képtelenség emberi erővel fölépíteni, legyen bármekkora az a mészáros és mészáros cég, birodalom, képtelenség felépíteni akkora gigantikus tározókat, amiben egész egyszerűen megpróbálna az ember eltározni vizet, ahhoz, hogy majd utána méreg drágán mindenféle szivattyúk és egyéb berendezésekkel azt kilocsolja, kiöntözze a termőföldekre. Tehát lényegében, mert nagy nagyságrendbeli különbség van, tehát lényegében az a megoldás van, hogy a vizet ott kellene tudni tárolni, ahol a vizet lehet tárolni, és ez a táj, az a termőföld, a legjobb víztározó képességű dolog, ami egyáltalán a világon létezik, az maga a termőföld, a talaj. És ennek kellene ugye a helyét megadni. Hogy miért nincs ennek meg a helye, hát azt nagyon jól tudjuk, azért, mert az ország agyon van szántva. Olyan területeket is felszántottak már az elmúlt sok évtizedes, évszázados mezőgazdasági hagyomány alapján, ahol egyáltalán nem lenne helye monokultúrás szántóföldi mezőgazdaságnak, de mégis megtették. És ennek most isszuk bőséggel a levét, hiszen azok az árterek, aminek a víz tárolása lenne az elsődleges funkciója, azok szépen most búzabányaként üzemelnek, ha üzemelnek, mert ha éppenséggel van valami csapadék, és ki tudnak nyerni pár millió tonna búzát még ezekből a területekből. Ugye a probléma az, hogy az Alföldön, hogy nagyjából az éves csapadék az olyan 400-500 mm, ami leesik egy évben, viszont olyan 800 mm pedig párolog, főleg egy ilyen évben, amikor ilyen iszonyatos rekkenő hőség van. És egész egyszerűen a Kárpát-medence úgy van kitalálva, a Jóisten úgy teremtette meg, hogy itt egyetlen dolog működik, hogy ezt a csapadék hiányt, ezt az árvizek formában, amikor ténylegesen árad a Tisza, az árvizek formában érkező többletvizekkel kellene kompenzálnunk. Ezt most már 150-200 éve egyáltalán nem kompenzáljuk, hanem folyamatosan kiszárításra és sivatagosításra van ítélve szerencsétlen Kárpát-medence és az Alföld, aminek beláthatatlan következményei lesznek. Itt kéne szerintem az óriás birtokok és a monokultúrás élelmiszer-növénytermesztésből élő nagygazdákat így kicsit lefékezni. Tehát ezek a Csányi-féle óriás birtokok azok, akik erre ráálltak. Valójában minden tájegységnek saját arca volt régen, és saját igényei voltak, és ezt a helyiek ismerték, és ez most az egész gazdaságunk. Az a másik, hogy egyébként ráálltunk az iparra, és a mezőgazdasági termelésünk az így szorul háttérbe, miközben alapvetően agrárország kéne, hogy legyünk. A szántást el kéne felejteni, vannak most már erre technológiák, a belvizes részeket nem leszivattyúzni kell, ott kell hagyni a vizet, mert az fogja utánpótolni a tájban vagy a földben a vizet. Az erdősávokat vissza kell állítani, sőt, ugye általában ahol lehet fásítani kéne, mert azt is kimutatták, hogy ha jönnek is a nedves légtömegek, ugye
a Kárpát-medence fölött haladnak el, akkor az Alföld fölött nem esnek, mert nem csapódik ki a csapadék, mert nincs felszíni párolgás, tavakat, halastavakat kellene létrehozni. Tehát az egész mezőgazdaság szemléletét át kéne állítani arra, hogy nem minden beszántott négyzetméter érték, hanem az lehet, hogy pont veszít az értékéből, illetve hogy sokszínű legyen, tehát hogy régen ártéri gazdálkodás is volt a tavakkal, abból is nyerhető ki, tehát nem pusztán csak kukoricából, meg búzából, amiknek egyre romlik a termés átlaga. De hát ez, ahogyan ma működtetik ezt a rendszert, ez nem engedi meg, a koncepciójuk nem olyan. A tájba visszaengedni a vizet az áradásokkal igen, csak hát ma már áradás sem nagyon van. Most mondjuk pont jön egy árhullám a Dunán, de hát most már azok a 2000-es évek elején lévő nagy árvizek gyakorlatilag így nem nagyon látszanak. Tehát én nem érzem azt, hogy olyan nagyon kéne védekezni ellenük itt Budapesten például. Minden esetre, és valószínűleg csökkenni fog egyébként tovább a csapadékmennyiség. Az öntözést szokták még mondani, mint megoldást, ez ilyen tipikus technokrata elképzelés, hogy majd akkor kiszívjuk a földből. Azt is lehet tudni, országos szinten mindenhol csökken, vagy megy mélyebbre az elérhető vízkészlet. Tehát az öntözés is olyan, hogy a jövőt éljük fel. Nem ahhoz kéne nyúlni, mert azzal nem fogjuk megoldani a jövő problémáját, ha hitelbe elvesszük, ráadásul attól szikesednek el a termőtalajok, mert ásványanyagokat mosunk ki a termőtalajba, amit nem kéne, tehát a csapadék és a folyó vizét kéne. Ugye a legértékesebb termőföldjeink azok az Alföldön, ahol régen hagyták kiterülni a Tiszát. A legnagyobb első pusztító árvíz az ugye pont a Tisza szabályozásának a befejezését követte, tehát így lehet látni, hogy ez nem marontották el, azóta is, ma is rossz technológia szerint gondolnak, vagy koncepció szerint gondolnak a mezőgazdaságban, de ezt már valójában 200 éve, amikor a folyókat elkezdték szabályozni, akkor elrontották, de még a mai napig is követnek el bűnöket, amikor a bevásárlóközpontok lápok, mocsarak helyére épülnek, vagy épültek most így a 2000-es években. Ugye? Most meg akkumulátorgyárok. Igen, tehát hogy gyakorlatilag még mindig ugyanaz, és az akkumulátorgyár az meg megint egy hatalmas vízigénnyel rendelkező, tehát komplett városok vízigényét tudja egy akkumulátor produkálni, mert él bennünk az a tévképzet, hogy a Kárpát-medence az vizekben bővelkedik, valójában nagyon súlyosan ki vagyunk téve a klímaváltozás veszélyeinek, és már el vagyunk késve, de persze sose késő reagálni, csak én még mindig nem látom azt az átütő kormányzati szándékot, mert ha arról van szó, hogy stadiont kell építeni, akkor egy perc alatt fel tudnak ráhúzni komplett iparágat, ha meg arról van szó, hogy a magyar termőföld hogy fog tönkremenni, és hogy zsigereljük ki, tehát hogy megerőszakoljuk és kiszivattyúzzuk az utolsó morzsáig is belőle az életet, mert gyakorlatilag ma az Alföldön halott a föld, a termőföldünk meg van ölve, nincs benne talajélet. Hogyha valaki jár az Alföldön, akkor látja, hogy lábon kiszáradt, kiégett, halott nyárültetvények vannak. A fenyőről nem is beszélünk az értelemszerűen, egyébként is tájidegen, de hogy azok mind kiszáradtak. És akkor mindjárt be is fejezem, hogy néztük a tévében ugye 2019-ben az ausztráliai erdő és bozott tüzeket, aztán később néztük ugyanezt a Észak-Afrikában, aztán Görögországban, Olaszországban, Horvátországban, és nem jött be a jóslatom, idén ez nem érkezett el hozzánk, de egy-két éven belül Magyarországon lesznek ilyen erdőtüzek a kiszáradt erdők meg erdősávok miatt. És még mindig nem látom, hogy ezt az emberek felfogták volna, hogy mekkora nagy problémával állunk szemben. 8,5 Balaton mennyiségű vizet engedünk ki az országból. Van-e megoldás, hogy van a kormánynak akkor ebben felelőssége, Árpád? A kormánynak 100%-os felelőssége van ebben. Nem szeretnék egy pontot se levenni ebből a 100%-ból. Hát most már itt a műsoridő végén vagyunk. Azok a nézők vagy hallgatók, akiket érdekel ez mélyebben, én Balogh Péter geográfussal, aki ennek az egyik szakértője és társaival együtt több készkoncepciót is kidolgoztak, pont a Magyar Jelen csatornán nagyjából 3-4 hónappal ezelőtt egy interjút készítettem, az a cím, hogy Orbán Viktor félrevezették a tanácsadóit, tehát ott mélyebben is el lehet merülni a megoldási koncepciókban, ami arra irányul, hogy a vízzel feltöltött táj az egyik ilyen jellegű megoldás, és hogy milyen jellegű agrár lobbik akadályozzák, ugye minden mögött érdeket, anyagi érdeket, pénzt, agrártámogatást és mindenféle egyéb sötét dolgot kell feltételezni. Tehát konkrétan arról szól a mai időszak, hogy feléljük a jövőt ebben a tekintetben, mert minden arra épül, hogy minél jobban ki tudjuk zsákmányolni
a tájat, a mezőgazdaságot, minél több búzát, kukoricát, meg egyebeket. Ugye ezekből mi készül, ebből a legtöbb kukoricából? Különböző adalékanyagok, különböző, nem tudom, mindenféle üzemanyag. Üzemanyaghoz felhasznált alapanyag, és stb. Stb. Tehát fel kell tenni a kérdés, hogy nem lenne elég ennek a negyede, vagy a fele, mert az is ellátja az országot, egyébként már nagy részt megy exportra, mindenhol üzlet van ezekből a tevékenységekből, holott ezzel feléjük konkrétan a jövőt, mert nem lehet végtelenség kizsákmányolni a tájat, ez is az Balogh Péter mondta, hogy elsivatagosítás folyik, tehát nem elsivatagosodás, hanem ez egy szándékos tevékenységnek az eredménye, és súlyos következményei vannak minden szempontból ezeknek a tevékenységeknek, semmi nem történt. 15 éve folyamatosan zsákmányoljuk, nem csak 15 éve, hanem már nyilván sokkal nagyobb ez az időszak, de hát az elmúlt 15 évben konkrétan láthatjuk, hogy nem történt semmi. Az öntözéssel kapcsolatban vannak olyan jellegű fejlett technológiák, amelyek tényleg csodát tudnak tenni, tehát nagyon minimális vízhozammal, vízkészlettel, tehát nem vetném el 100%-ban ezt a lehetőséget sem. Itt a legjobb példa, hiszen tudjuk, hogy a magyar és az izraeli kormánynak soha nem volt még ilyen jó kapcsolata, mint most. Tehát, hogy ott vehetnének példát ezzel. Ez ügyekben is, mert az izraeli öntözés és mezőgazdaság tényleg professzionális szinten működik. Igen, csak ez egy nagyon körülmények kicsi, között. Bocs, de egy nagyon kicsi mezőgazdaság. Magyarországon jelenleg a termőföldön. Nyilván nem arra gondoltam, hogy az egészet. Csak azt mondom, hogy kb. 3-4%-ot öntöznek, na most ez elképzelhetetlen 90%. Tehát, hogy itt ez nem oldja meg. Izrael szinte szinte önellátást képes megcsinálni öntözéses mezőgazdasággal. Zárójel bezárt, tényleg van egy-két olyan jellegű technológia, amit egyes helyeken be lehet nevezetni, de hát itt sem történt semmi. De önmagában az egész rendszer mögött agrárlobbi, pénz és mindenféle egyéb olyan pillanatnyi érdekek állnak, amelyek csak a napi érdekek, a napi szempontok szerint képesek gondolkodni, és semmilyen vízió, jövőbelátás nincs ezekkel kapcsolatban. Kell-e, vagy elég-e, hogyha a figyelemfelhívó jelleggel tüntetéseket szerveznek? Most pont a Mi Hazánk az adás nyilvánosságra kerülésekor ugye már szervezett gazdatüntetést. Kell-e, hogy felhívjuk a kormány figyelmét, vagy teljesen felesleges, vagy ezt Magyar Pétertől fogadná csak el, vagy milyen megoldások jöhetnek szóba, András? Hát én szerintem az helyes, hogy legalább van egy parlamenti párt a Mi Hazánk, amelyik beszél arról, ami valóban az ország velejébe vágó sorskérdés. Az viszont elég szomorú, hogy miközben én azt gondolom, hogy Nagy István agrárminiszter talán tisztában van a probléma súlyosságával. Mindenki tisztában van. A miniszterelnök annál kevésbé. A miniszterelnök tavaly parlament plenáris ülésén közölte, hogy víznagyhatalom vagyunk. Orbán Viktornak a látóterén az ilyesmi egyszerűen nem jelenik meg. Ő a rusztikus megoldásokban, nagy beruházásokban hisz, úgy, mint 70 évvel ezelőtti elődei, vas és acél országa és a többi. Miközben a felelősségét azonban az annyiban csökkenti, hogy a történet a 150 évvel ezelőtt lett elrontva. Tehát 150 évvel ezelőtt, amikor a nagy folyókat meg a Balatont elkezdték úgy agyon szabályozni, hogy a folyóvizek és az árterek, vagy a Balaton és a Berek közötti szerves kapcsolatot elvágták. Elindult a foggazdálkodás felszámolása, és a fő célja az egész nemzetgazdaságnak, de már a századfordulón is az lett, ez nem pusztán vízgazdálkodási kérdés. Tehát ezt én kapásból visszautasítom, hogy nem vízgazdálkodásról van szó. Az lett a fő cél, hogy a beérkező vizeket minél gyorsabban vezessük ki az országból. Tehát ma évente, ha jól emlékszem, 6 köbkilométerrel több víz megy ki, mint ami beérkezik. Tehát az, amit Orbán mondott, hogy víznagyhatalom vagyunk, persze az adottságainkat nézve, akár ez még igaz is lehet, ha a konkrét tényeket megnézzük, ez egy ordas tudatlanságon alapuló hazugság a miniszterelnök részéről. Balogh Péter akkor írt is neki egy nyílt levelet, amelyben tételesen cáfolta. Egy országnak az önrendelkezéses szuverenitása, ha már a gazdasági szuverenitásról beszéltünk, az bizony függ a vízönrendelkezéstől, a vízkormányzás szabadságától is. És a megoldás az, hogy nyilván
Még 15 év alatt sem lehet helyre kalapálni 150 évnek a teljesen téves stratégiáját. Az viszont vérlázító, hogy egyszerűen lépések sem történtek annak érdekében, hogy a tájban megtalálják újra a víz helyét, hogy a foggazdálkodást újraélesszék, hogy az ország alapvetően azokra a természetes adottságaira építsen, ami van, ami létezik ember emlékezete óta a Kárpát-medencében. Igen, egy ilyen paradigmaváltáshoz viszont valóban meg kéne fékezni a latifundiumokat. Abszolút birtokmaximummal, extra adóval, a nagy birtokkal, mert akkor, amikor a sivatagosodó homokhátságot látjuk, akkor, amikor azt látjuk, hogy fogtőnél nyoma sincsen a foggazdálkodásnak, akkor, amikor azt látjuk, hogy holdbéli tájak vannak a Délalföldön, akkor bizony gondoljon mindenki Csányi Sándorra, Raskó Györgyre, a kormány nagy kritikusára, Mészáros vagy éppen Lőrincre. Mészáros Lőrincre. Tehát valóban ezt a paradigmaváltást, tehát hogy újra a vizes élőhelyek feltámasztásával, a foggazdálkodással, az emberléptékű gazdálkodással próbáljon meg Magyarország az egészséges élelmiszerek termelése terén előnyre szert tenni, megvalósítani az ország élelmiszer önrendelkezését. Ennek ma a legnagyobb akadályozói azok a latifundium tulajdonosok, akik mögött ott van a jelenleg hivatalban lévő kormány is. Nekem egy valami azért nem fér a fejembe, vagy nem látom rá választ, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Tehát ezek a nagybirtok rendszerek, ezek gyakorlatilag 100%-ban monokultúrás szántóföldi művelés alatt állnak. Kukorica, búza, repce. Ez megy. Aminek a jó nagy százaléka, ahogyan Árpi is mondta, jó nagy része megy exportra, és ott se azt gondoljuk, mi magyarok általában hajlamosak vagyunk döngetni a mellünket, hogy az első osztályú minőségű magyar élelmiszer. Réges-rég nem itt tartunk, hanem az itt előállított, agyonvegyszerezett, agyonműtrágyázott talajokból és műveléssel kerül mondjuk a holland disznók elé disznótápnak. A jó nagy profitot ők zsebelik le rajta a hollandok, akik utána eladják Kínába meg akárhova. Ez így van, Botond, csak állat. Ennél még nagyobb a baj, mert az a monokulturális gazdálkodás, amiről itt a Dávid is beszélt, ez ugyanakkor a magyar föld, a magyar mezőgazdaságnak a diverzitását, sokféleségét, tehát amiben szintén lenne egy egészen elsőrangú előnye Magyarországnak az adottságaiból, meg egyébként a termelési kultúrájából adódóan is, az teljesen tönkre vágja. Persze, egyértelmű. Gyakorlatilag nem tudunk olyan, még egy olyan országot mutatni az EU-ban, vagy itt a környékünkön, ahol a megművelt földeknek a 80%-a szántóföldi művelés alatt áll, mint itthon. Hát ez nem fér a fejembe, bocsánat, csak azt akartam, csak hogy ez a bizonyos monokulturális gazdálkodás, ez egész egyszerűen természetpusztító. Így van. Az, csak. Ami nem fér a fejembe, az az, hogy Csányi Sándornak, meg Mészárosnak profit kiesést okoz az, hogy elsivatagosítják az Alföldet, és nem tudnak olyan hozamokat kihozni a búzabányáiból, meg kukoricából, meg stb. Tehát magyarul. De ez majd anyagilag érdekeltek lennének abban, hogy vezessünk vizet ezekre a területek, főleg akkor, hogyha mondjuk egy olyan kormányprogrammal alá lenne ezt támasztva, ez az egész kérdéskör, hogy mondjuk támogassuk azokat a gazdák, akik vizet helyeznek el a területekén. Szándékosan nem azt mondom, hogy kártalanítsuk, mert a víz nem kártétel, hanem azért fizet az állam, hogyha te abban az évben nagy áradás volt, és nem tudtál rajta búzát termeszteni, akkor azért kapsz állami támogatást, mert vizet tároltál, elhelyeztél. Tehát ez nekik is bevételt jelentene. Úgyhogy azért itt ez nagyon érdekes, hogy ez lenne az észszerű dolog, és még a Mészáros Lőrincnek, meg a Csányinak is észszerű lenne, hogy akkor hátradőlni, hogy jaj, de a gyerekek, én értem, hogy egyszerű dolog megtermelni rengeteg búzát és eladni a dán disznóknak, de ez is baromi egyszerű, hogyha meg áradás van, akkor hátradők és az zsebelembe. Szóval azért itt a magyar mezőgazdaság teljes totális tönkretételében ők is ludasok, de én azért érzek itt még a háttérben valami másik erőt is, például mondjuk az Európai Unióból érkező lobby tevékenységet, ami mondjuk pont az említett dán, holland mezőgazdaság, francia mezőgazdaság részéről érkezik, hogy nehogy véletlenül egy óriási versenytársat felnövesszünk. De ez így volt már a 90-es évek elején. Ennek az aljas kiszolgálói nyilván azok a Csányik és az egyéb agrárbárok, akik még ráadásul ebből jót kasszírozzák. De ez az, hogy ezzel szemben a kormány bátran helyezkedik szemben mindig. Minden
minden hát fronton. Szavakban, igen, tehát, persze. Hogy valójában megy ez a nagy karcsörtetés mindig, hogy mi mennyire ellenállunk az EU, vagy az Unióból érkező, vagy a Brüsszelből érkező nyomásnak, de itt szerintem az is van, hogy ők ebben érdekeltek, mert tényleg az van, hogy nem nemzetbe gondolkodnak, hanem abban, hogy nekem van ez az adott nagy terület, amit egyébként olcsón szereztem, ilyen-olyan-amolyan módokon jutottam hozzá, az állami földek privatizálásán is, tehát ő nem, ez nem vérrel verejtékkel dolgoztak meg ezért a földért, hanem hozzájuk lett vágva sok ezer vagy sok százezer hektár. Az, hogy ő ezt ugyanúgy megerőszakolja, mint ahogy az egész gazdasági működésük erről szól, hogy kiszedni a maximális profitot a legrövidebb időn belül, nem érdekli, hogy mi lesz azzal a földdel 50 vagy 100 év múlva, nem érdekli, hogy a magyar gazdaság ebben a folyamatosan változó gazdasági, világgazdasági környezetben hol tud elhelyezkedni. Az érdekli, hogy ő neki ne legyen ebből, hogy ő neki az anyagi biztonsága meglegyen, és hogy utána mi marad, hát azt majd megoldják. Hát már az se, rövid távon már ez se lesz meg neki, hogyha teljesen kiszárad. Akkor elmegy Marbellára. Tehát nem mondjuk akkor bejelenti az asszálykárját, ugye azt is ők 2022-ben 1000 milliárd fizetni. Forintot igen, fizettek ki asszálykárnak. Nekem vannak olyan gazdálkodó ismerőseim, akiknek viszont egy forintot nem fizettek ki. Holott mindent. Igen, és az öntözést az ő földjeiken fogják bevezetni megint csak állami támogatással. Meg lesz oldva nekik. Meg kell szakítsam viszont ezt a beszélgetést, mert hogy az utolsó témánkra is maradjon néhány percünk. Tényleg röviden kérem csak rá a reagálást, a külpolitikában foglalkoznánk. Az AfD tartományi győzelmei után Németország minden határán visszaállítja a határ ellenőrzést. A ideiglenesként kommunikálják ezt az intézkedést egyelőre fél évre, szóval célja az illegális migráció visszaszorítása és az iszlamista terrorizmus elleni védekezés. Mivel az AfD migráció ellenes, elhagyná az eurót, felveti annak a lehetőségét, hogy kilép az Európai Unióból, sőt a letelepedett bevándorlók deportálásáról is szótájt, ezért úgy gondolják az elemzők, hogy végzetes következményekkel járhat Európa legnagyobb gazdaságában az AfD-nek az előre törése. Reálisak ezek a félelmek? Mi várható Németországban? Árpád. Teljesen egyértelmű, hogy okokozati összefüggés van a mostani intézkedések és a legutóbbi tartományi választásokon földrengésszerű AfD megerősödése között. És ugye figyelmeztető jelek voltak már az EP választáson is, ugye jelentősen erősödött ez a politikai erő, amit próbálnak minden irányból megsemmisíteni. Pont az EP választáson a 100 legnagyobb német cég egy közös nyilatkozatot adott ki, hogy a dolgozói részéről semmiképpen se szavazzanak az AfD-re. Ilyen a demokrácia, a szólásszabadság, a választási szabadság Németországban is. Tehát ez csak egy a sok közül. Sőt, még ha jól emlékszem, a katolikus egyház is kiadott egy ilyen jellegű közleményt nem is olyan régen, hogy semmiképpen se szavazzanak rá a híveik. Tehát, hogy minden irányból próbálják ezt a fajta jelenséget, ami ott megjelent az AfD keretében. Egyszerűen a németeknek tele van a hócipőjük. A személy és baráti kapcsolatokon keresztül is látom, belelátok valamennyibe ebbe az ügybe és ebbe a dologba, és ez az egyik háttere ennek az egész mostani intézkedésnek, ez teljesen egyértelmű. András? Hát én itt ugye arra kaptam fel a fejemet, amikor ugye az RP azt mondja, ez elnézést nekem teljesen elkerült a figyelmemet, hogy egyébként nem lep meg, főleg a legutóbbi, mármint az egyel korábbi futball-EB óta, tehát amikor szivárvány színben pompázott az Allianz stadion, meg Petri Zsolt Hertha Berlintől történt menesztése úgy, hogy a 100 legnagyobb német cég választási magatartással kapcsolatban bármilyen felhívást közé tesz. Tehát én azt gondolom, hogy ha ma a világon a demokráciákra valami alapvető veszélyt jelent, hogyha a nagy cégek akár indirekte a közösségi platformok terrorizálásával, lásd még fake news, meg gyűlöletbeszéd, meg egyebek, akár direktbe, hogy választási felhívásokat tesznek közé, vagy amit az ugyancsak eredetileg német gyökerű Rossmann meglépett, hogy az amerikai elnök választással kapcsolatban tett politikai állásfoglalás miatt egy másik cégtől, Elon Musk Teslájától nem rendel gépjárműveket. Én szíve joga, hogy attól rendel, akitől akar, de ezt valamilyen fontosnak tartotta nyilvánosságra hozni. Én azt gondolom, hogy ha valami Magyarországon is, meg persze másút is, a művelt nyugaton,
első számú feladat lenne az alkotmányozó hatalom számára, hogy a nem természetes személyek, tehát a nem emberek, a cégek számára a politikai szólás szabadságát megketítani. Hogy ennek a lehetőségét az alkotmányokban, a magyar alaptörvényben is meg kell nyitni. Mert ma ez, Árpi, amit mondasz, ezért lehet azt mondani, hogy ez egy piszlicsári probléma, nem, majd nem. Nekünk magyaroknak, de nézzük meg, hogy hány német befektető rohangál itt ebben az országban. Hogy ki lehet szolgáltatva a német tőkének ez az ország? Hát soha olyan paradicsoma nem volt a német nagy tőkének Magyarország, mint Orbán Viktor regnálása alatt. És ezek a cégek azt gondolják, akár a Petri ügyben, akár a Rossmann ügyben, akár ezek szerint ugye a német tartományi választásoknál, hogy nekik lapot osztottak a politikai arénába. A politikai aréna az vagy választópolgároké, vagy hogyha abba belépnek cégek, akkor nem demokráciáról van szó. Akkor a nagy tőke diktátumáról van szó, a nagy tőke diktatúrájáról van szó, az nem demokrácia. Technokrácia. Nem. Az a nagy tőke diktatúrája, hogyha cégek ugyanolyan jogon szólnak, mint bármilyen választópolgár, annak semmi köze a jogállamhoz, semmi köze a demokráciához. A másik, ami a tartományi választásokat illeti, illetve annak a kommentálását, itt az AfD-fóbiát. De az AfD egyébként nekem se tetszik, főleg a kelet-német AfD-sek mindenféle szörnyűséges gondolatokkal is meg vannak verve. Valóban vannak finoman szólva kifogásolható kapcsolataik paramilitáris csoportokkal. A nyugat-német AfD-sek pedig egyébként pontosan ugyanolyan neoliberális gazdaságpolitikai nézeteket vallanak, mint Le Pen, Wilders, meg Orbán Viktor többi elfbarátja. Na de azért itt álljunk meg egy szóra. Szóval egy kicsit a múltkori adás végére is, amit itt a Honttal elvicceltünk, visszautalnék. Szóval az állandó náci kiáltás, tehát ugye más sem egy, mint nácizzák az AfD-t, jegyzem meg, Zára Wagenknechtet is már elkezdték felváltva páros napokon nácizni, páratlan napokon kommunistázni. Ez játék a tűzzel. Mert előbb-utóbb kiderül, hogy a progresszív hatalomnak nincs is más ütőkártyája, mint a nácizás. Tehát miközben a rasszista nézetekkel, a rasszista incidensekkel szemben immunitás elsődleges fontosságú minden társadalomban, hogyha azt a játékot játsszák Németországban, meg másut is, hogyha bárki, aki szembe megy a mainstreammel, szembe megy a globális nagytőke szolgáló leányaival, kiszolgálóival, az rögtön náci, akkor abban az esetben, amikor tényleg rasszista döntésekkel, rasszista atrocitásokkal, rasszista agitációkkal kell szembenézni, egész egyszerűen azon vesszük majd észre magunkat, hogy ki van kapcsolva a társadalom immunrendszere. Az egyébként leszbikus Alice Weidel által vezetett AfD nyilvánvalóan nem náci. Sőt, tovább megyek. Én nem vagyok német, hál' Istennek, tehát ahogy én se szeretem, amikor mások belepofáznak, hogy itt mi van, nyilván az ember mértékletesen fejezi ki a szimpátiáit, de számomra egyébként az lenne, nem is azt mondom, hogy szimpatikus, az lenne a logikus fejlemény, hogyha Türingiában, illetve Szászországban, valamilyen konstrukcióban a baloldali Wagenknecht szövetség és az AfD lépne közösen kormányra. Mert ha valami tektonikus változás jelentene Európába, hogyha főrúgnák azt a bábszínházat, amit az Európai Parlamentben is játszik az álbaloldal, illetve egyáltalán az egész progresszív jobboldal, most néppárt, szocialista, zöld, semmi különbség nincsen közöttük, az amerikai érdekek, az atlantista törekvések, a globális nagytőke, a magántőke alapok kritikátlan kiszolgálói, tök mindegy, hogy milyen matricát tűznek magukra, hogyha velük szemben az ilyen-olyan rendszerkritikus erők összefognának, akkor lenne földindulás. Nem csak Türingiában, Szászországban, nem csak Németországban, hanem egész Európában. De mi okozza az AfD előretörését? Hát, hogy mi okozza, nyilván sok minden, például biztosan számít az, hogy az AfD azért elsősorban a keleti tartományokban népszerűbb, ott népszerűbb, és ha megnézzük mondjuk a német GDP alakulását, akkor egyértelműen látszik, hogy három nyugati tartomány rakja össze a német GDP felét, és a többi mondjuk még keleten egyedül Berlin értékelhető. Tehát
Kelet-Németországnak van egy magára hagyatottsága az egyesülés óta, és ez biztos, hogy nem jó. Nyilván egy más mentalitása is lett a vasfüggöny mögött a kelet-németeknek egyébként, tehát ketté válik az az ország sajátos módon. Az is okozza az előretörését, hogy sokáig ugye megfigyelhető volt nyugaton az, hogy karanténba rakják ezeket a gondolatokat, még nem is a pártokat, még pártok nem is voltak hozzá, bizonyos gondolatokat, és nagyon jól látszott mondjuk a 2015-ös menekültválság idején a Willkommens kultúra, hogy az utolsó szögig küzdött azért, hogy akkor is úgy kell csinálnunk, hiszen nem követhetjük el azt a hibát, mint annak idején. Ezért nekünk muszáj. És amikor az emberek hétköznapi megélése szembe megy azzal, amit a politika kommunikál, és hosszasan, tartósan szembe megy, akkor organikusan képződik erre egy válaszreakció, és létrejönnek ilyen pártok, és érthetően megerősödnek, és ilyen módon meg ezek az emberek meg teljesen immunisak arra, hogy nácizzák az AfD-t. Ez megint csak nagyjából már nem érdekel senkit. Mint ahogy Magyarországon az, aki Magyar Péterre akar szavazni, az nem foglalkozik azzal, hogy Magyar Péter mit csinál az Ötkertben. Ugyanígy úgy vannak vele, hogy nem érdekel, hogy nácizzák. Erre fogok szavazni, mert ő rajta látom, hogy képvisel. Az AfD-vel konkrétan, amikor azt mondja, hogy kilépne az euróövezetből, akár elhagynák az EU-t is, akkor azért én azt hozzátenném, hogy az eurónak az egyik legnagyobb haszonélvezője az éppen Németország és a német gazdaság. Persze. Azt én megértem, hogy a potsdami átlag német polgár ebből kevéssé részesül, és a német nagytőke fölözi le ezt az euró hasznot, de mégiscsak valahol Németországba vándorol ez a nagy haszon, és pont a periféria, mint amilyen mondjuk Magyarország lenne, meg Görögországnál láttuk, hogy mennyire megszenvedte azt, amikor a gazdasági bajait nem tudta a saját valutájával kimozogni. Tehát Németország esetében pont nem. Ugyanígy gondolom az EU-ból való kilépést. Tehát, hogy szerintem, ha valaki igazán nagyot nyer az EU-val, azok pont a németek. Tehát én azt látom, hogy jelenleg ez a keleti blokk, ez gyakorlatilag egy német gyarmat. Nekik, a német tőkének elképesztően nagy üzlet az, hogy ide szabadon áramlik bármi, és mi ezzel nem tudunk versenyezni, és persze ez nem az ő hibájuk, az a mi hibánk, hogy mi nem voltunk képesek a gazdaságunkat hatékonyabb alapokra helyezni, de hát ettől még a német terméket fogom megvenni, mert az ömlik rám is olcsóbb és jobb, mint a magyar sajnos. András, közbe szeretett bocsánat, valószínű. Csak egyetlen mondat is, és kiszállok. A határellenőrzés visszaállítása, ez megint egy érthető dolog, tehát látjuk a problémákat Németországban, terrortámadások, akármi, csak hát ezzel meg már elkéstek, azt kell, hogy mondjam. Tehát mondjuk, ha Magyarország kienged 2000 embercsempészt, akkor érthető, hogy Németország ezt szeretné megfogni, de alapvetően már a határaikon belül van a probléma. András? Csak annyi ugye, hogy amikor megy az AfD nácizás, és jönnek ezek az ostoba párhuzamok, nekem tényleg a agytolulást kapok, amikor jön a weimári záródás, stb. Ugye egy dolgot még elfelejtenek, hogy 33-ban vagy 33 előtt az NSDAP-nak volt egy, hát finoman szóval meglehetősen áramvonalas ideológiája, világnézete, amit hirdetett. Tehát magyarul ott valóban az egy hibás konstrukció volt a nácikon kívüli pártok részéről, hogy úgymond idézőjelben domestikálni lehetne. Az AfD ebben a tekintetben ez is teljesen fals, ez a nácizása, totálisan az ellentéte a 33 előtti NSDAP-nek, mert semmiféle könyvben összefoglalható filozófiája, világnézete, tehát amivel nagyon pontosan keretbe tudja helyezni, hogy mi várható tőle, nincsen. Magyarul politikai logika, most nem a két tartományról beszélek, hosszú távon szövetségi szinten, azt tulajdonképpen az diktálná, hogy a CDU vegye be maga mellé az AfD-t, mert az AfD-nek kb. Ott lesz vége abban a pillanatban, amikor a CDU-val összeáll kormányozni. Ezt a CDU természetesen nem fogja megtenni, és hogyha mi értekre vagyunk kíváncsiak, tessék megnézni, hogy ki ma a CDU vezetője, kancellárjelöltje, az a Merz, aki hol volt, mielőtt visszatért volna a Merkel-éra végével? A BlackRocknál. Fog a BlackRocknak a németországi rezidense egy egyébként rendszerellenes, rendszerkritikus, vagy a rendszerellenes indulatokat becsatornázó párttal? Egyáltalán fog-e a progresszív mainstream médiával szemben szövetkezni bárkivel? Nyilvánvalóan nem fog.
És akkor végül botond. De ha még eszébe jutna, mert pont ezt akartam én csak lezárásként elmondani, ha véletlenül még eszébe is jutna valamelyik CDU-s politikusnak, hogy mégiscsak a hatalmi érdeke neki azt kívánná, hogy mondjuk úgy tudja megtartani a székét vagy a hatalmát, hogyha az AfD-vel kokettál és azzal a koalícióra lép, és akkor elgondolja, hogy jó, persze, majd nyilván majd leuraljuk őket, meg majd mi fogjuk. Na akkor itt jönnek azok, és jót megosogtam magam, amikor felolvastad ezeket a vádakat az AfD, és akkor végén, hogy mondták ezt az elemzők. Hát ez az elemzők, ezek valójában nyilván egyszerű, virtigli nyílt propagandisták, akik kiadják az ukázokat, első feladatuk, megpróbálják az embereket lebeszélni arról, hogy ilyen rendszerkritikus pártokra egyáltalán szavazzanak. Ha az nem sikerült, mert megválasztották őket, akkor pedig egyértelműen kiadják az utasítást az egyéb többi pártoknak, hogy már pedig velük aztán biztos, hogy nem. Hogy véletlenül is elvegyék a kedvét mondjuk egy CDU-snak, hogy egyáltalán tárgyalóasztalhoz üljön az AfD-vel. Úgyhogy kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz ebből a győzelemből, mert hát ugye a következő lépés, hogy kormányt kellene tudni alakítani ott tartományi választások után. Köszönöm szépen akkor mindannyiatoknak, hogy eljöttetek, itt voltatok. Köszönjük szépen a nézőknek is a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.